Üdvözlök mindenkit, én Nagy Mihály Márk vagyok, a VPI mostani bútortervezője, és amiről ma szeretnék beszélni, az az, hogy az, ami a köztértervezésben méterek, 10 méterek vagy 100 méterekről szól, az hogyan egyeztethető össze azzal, ami a bútortervezésben 1-2 milliméter csupán. Néhány szót magáról a cégről, a VPI immár 7 éve tervezés gyárt köztéri beton bútorokat, amelyek mindenképpen magas minőséget képviselnek, és minden bútorban benne van egy ilyen végtelen precizitás, minden részletében fel lehet fedezni. És hogy bemutassam ezt a léptékkülönbséget, illetve ezt a precizitást, három fő kérdést fogok érinteni az előadás során. Az első a téralakítás és a taktilitás, mivel ezek a köztéri bútorok nagyon meghatározó elemei a térnek, ugyanakkor ezek azok az elemei a térnek, amikhez tényleg hozzáérünk, és amikre leülünk, és nagyon közeli kontaktust hozunk létre velük. A téralakítása egy nagyon jó példa a támfal bútoroknak a világa, ahol is a bútornak az egyik oldalán földfeltöltés van, a másik oldalán pedig valós funkció, rá lehet ülni ezekre a bútorokra. És az egyik ilyen bútorunk, és hogy a mi támfal bútorunk, ami nemrég jött ki, az a Twist névre hallgat, aminek a fő feature az az, hogy úgy lehet vele fordulni, hogy nincsen sarokelem, és e feature megtartása mellett próbáltuk a lehető legtöbb lehetőséget biztosítani a tájépítés tervezők számára, amikor terveznek ezzel. Itt látható az teljes matrixból egy kis matrix, vagy egy kis része annak, és az is látható, hogy az ilyen sok méteren elnyúló lineáris elhelyezésektől egészen az U alakú, illetve a körülhatárolt elrendezésig el lehet jutni. És itt a képbe lép már egyből a taktilitás, amikor is ezeket a rendszereket megmutatjuk a közönségnek, köztük a tájépítészeknek, és lehet vele játszani. Egyébként ez egy nagyon izgalmas játék itt a végére, és nagyon, nagyon sokáig játszottak vele, és pakolgatták ezeket a beton elemeket. És a taktilitás, ugye a taktilitás az abban nagy szerepet játszik maga az anyag, annak a textúrája, a faktúrája, illetve a kidolgozottsága, az, hogy hogy mondjuk melyik lekerekítés, melyik illetörés mekkora, ez mind nagyon fontos, amikor hozzáérünk valamihez, és ezekben a bútorokban erre igazán nagy hangsúly van fektetve, és nagyon nagyon sok teszt van mögötte, és nagyon sok gondolkodás, hogy melyik lekerekítés éppen mekkorának jó, hogy tényleg harmónia legyen a részletek között. A második kérdés az anyagok és a technológiáik kapcsolatára vonatkozik, és leginkább a beton és az acél elemek, amikkel nagyon sokat dolgozunk, és leginkább a hulladékgyűjtőknél kerültek ezek elő. Ugye a betonnak megvannak a saját szabályrendszerei, ugye a recepben és a szigorú technológiai vonzatában is, de a tervezésben is, mert mindig meg kell tartani azokat a vastagságokat, azokat a szögeket, ahogy törik a beton, vagy tényleg azt a formarendszert, ami biztosítja azt, hogy időtálló legyen és ne törjön el, vagy ne csorbuljon ki az idő során. És hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, akkor igazából bármit ki lehet önteni ebből az anyagból, ugye aminek az eredményeit élvezhettük a kavics bútorunknál. Illetve ott vannak a fém alkatrészek és a fém összetevője ezeknek a bútoroknak, ami egy teljesen másik világ, sokkal kisebb méretben lehet beletenni a funkciókat, és sokkal kisebb anyagvastagságokkal lehet dolgozni, szóval ez egy teljesen másik vége ennek a dolognak. Itt látható a BIN hulladékgyűjtőnek a felső része, éppen ahogy nyitják ki. Ugye nagyon sok munka van amögött, hogy a különböző alkatrészek jól illeszkedjenek, jól kapcsolódjanak, ugye a zár kialakításban is nagyon sok precizitás figyelhető meg. De ahogy a végén ez mégiscsak összeáll egyszer csak, ezek a különböző léptékű anyagok és különböző tulajdonságú anyagok mégis egyszerre tudnak működni, és minden anyag megtalálja a saját
feladatát, vagy a saját funkcióját egy ilyen tárgyon belül. És végül arról szeretnék beszélni, hogy hogyan jelenik meg a fejlesztési folyamatban és a tervezésben az a léptékkülönbség, amiről eddig beszéltem, és a precizitás. Nagyon sok egy-az-egyes modellt készítünk, ugye a rajzok és az ötletelés után természetesen, és azért készítünk ennyi egy-az-egyes modellt, mert ezek adják meg az igazi válaszokat a kérdéseinkre, és ezeken lehet érezni az igazi hatását ezeknek a térbeli objektumoknak, és ugye egy hab vagy papír modellre sokkal könnyebb azt mondani, hogy nem jó, mint egy egytonnás beton bútorra. Illetve nagyon fontos része a fejlesztésnek, hogy párhuzamosan fejlesztünk különböző típusokat, ami megbonyolítja és megnehezíti a tervezési folyamatot, viszont egy nagyon biztos alapra helyezi, mert biztosítva van a különböző igényeknek a betöltése. És ezen tervezési és fejlesztési folyamatoknak mindig van egy pontja, amikor összerakjuk ezeket a bútorokat, amikor, és ezután ugye azt érezni az ember, hogy akkor most már kész van, de valójában csak most kezdődik a fejlesztési folyamatnak egy nagyon jelentős része, ami soha nem ér véget. És utána jutunk el odáig, hogy a műhely falai közül kikerülnek ezek a bútorok, vagy éppen a sajtó kerül be a falak közé, és akkor lehet ezeket a bútorokat tesztelni, vizsgálni, meg simogatni. Köszönöm! Ahogy mondtuk, a közös eseményen van egy speciális rész, hogy mind a két előadótól lehet kérdezni, úgyhogy most 5 percetek lesz arra, hogy kérdezzetek, kérjük egy kis fényt majd a közönségre. Közben meg az első kérdés merekezik. Azt hittem, hogy nehéz lesz kapcsolódást találni a kettőnk előadása között, de felmentem a VP honlapjára és láttam, hogy van specialty kávé és a VP-nek kapcsolata, ugyanis Budapest egyik első és legendás specialty kávézre van az Espresso Embassy-ban, az ivókutat azt a VP csinálta, és hát sajnos jelezem kell, hogy egy való tájtást is tartalmaz a holnap, viszont ott a legfinomabb a kávé Budapesten. Ja, én akkor még nem dolgoztam ott. Hello. Azt szeretném kérdezni, hogy a betonbútorokban van vasalás? Van. És milyen? És milyen? Hogy milyen vasalás? Hát ez attól függ, hogy egy mekkora bútorról van szó, vagy milyen igénybevételek kerülnek. Mondjuk rá. A kuka, hogy abban vannak ezek a pici vasak, vagy ez hogy van? Vannak. Oké. Okay. Van, igen, szóval, hogy kerül mindegyikbe, mert szóval, hogy így lehet biztosítani azt, hogy ugye vasbetonként működjenek ezek a tárgyak. Szervusz! Nekem a bútorokhoz van kérdésem, azt mondjátok, hogy egy-egy modelleztek, és azt mondjátok, hogy rengeteget teszteltek. Tehát nyilván a papírnak van egy iterációs lehetősége, de mégis hogyan teszteltek egy papír dolgot, ami egyébként beton lesz, és hogy kivel tesztelitek? Ugye vannak olyan modellek, aminél csak az a lényeg, hogy egy mekkora tömeget képvisel az a térben, hogy ezekre még nem kell feltétlenül ráülni, és akkor lehet ugye, hogyha már habból készítünk, ilyen kemény polisztirol habból, akkor arra már rá lehet ülni, illetve kartonban is lehet ugye annyi réteget használni, hogy ki lehessen próbálni. Szóval, hogy nyilván ez úgy történik, hogy van egy 2 méteres pad, aminek mondjuk le lehet ülni az egyik végére, és ki lehet próbálni. Szóval, hogy nem teljesen jól funkcionálnak ezek még, de azért lehet róla visszajelzést kapni, és hát igazából nincsenek ilyen teszt csoportjaink, hogyha ilyesmire gondolok, de hogy nagyon, szóval sokan kipróbáljuk. Ugye most a tervezéseket én viszem, de hogy sokan részt veszünk a tervezési folyamatban, és egy folyamatos diszkurzus van a cégen belül ezekről a dolgokról.
Nekem Gyurihoz van kérdésem. Hello. Lehet kotyogós a rendes kávét főzni? Jó kérdés. Rövid válasz az, hogy lehet, de nem érdemes. De egyébként nem, tehát a viccet féltéve lehet, de és akkor be is tudok csatlakozni egyébként, hogyha a YouTube-on egyébként van egy videó, ahol egy Kávé Kalmár nevű magyar szakember szétszondázott egy kotyogóst, és lemérte minden pontján, kávé ágyon, alatta, vízbe, alatta, fölötte, kimenő ital, hőmérsékletét, és így belógolta, hogy így hogy néz ki egy ilyen kotyogósnak a hő tulajdonsága, és az a lényeg, hogy frissen örült kávét érdemes használni, ezt mindenképp tudom mondani, nem kell nagyon finomra örülni, nem kell teletömni a kotyogósnak a kis bigyóját, tehát ez a kanállal így lelapogatást ezt így nyugodtan el lehet felejteni, illetve a nevével ellentétben nem szabad megvárni, amíg kotyog, mert akkor már a feljövő gőz égeti szénni a kávét, úgyhogy azt sem kell megvárni, illetve még egy nagyon fontos trükköm van, hogy forrásban lévő vizet kell beleönteni és gyorsan föltenni a tűzhelyre, tehát hogy az sem jó, hogy hideg vizet melegítünk fel, mert az akkor a végeredmény az lesz, hogy sokkal alacsonyabb hőfokon fog elkezdeni forni a kávé, és nem lesz elég meleg a víz, ami már átmegy a kávén, és ezért egy ilyen nagyon savanyú kellemetlen ital fog keletkezni. Szóval jó kávéból frissen őrölve, a forrásban lévő vizet föltéve lehet jó kávét csinálni kotyogóssal, igen. A betonbútorokkal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy nagyon szépek, de azon gondolkoztam el, hogy színekben, különböző színekben nem próbálkoztak vele. Tehát ez anyagában fehér, ez az a beton, vagy festett, vagy nem tudtam a fotókról kivenni. Jó a kérdés. A fotókon szerintem csak egy kivétele csak fehér bútorok voltak, mert hogy ez a standard, és ez a legnépszerűbb, úgyhogy ez illik bele legjobban a közterekbe. De egyébként vannak színes betonok is, és amikor színes, akkor anyagában színes, ugye különböző pigmentekkel ezeket lehet színezni, és hát nem annyira színes színskálát, de beton viszonylatban színes színskálát lehet ezen biztosítani. Amit a legjobban szeretünk, az a rózsaszín beton. Valahogy szeretjük azt a kontrasztot, ahogy egy ilyen hideganyag rózsaszín lesz. Az valamelyest népszerű, de egyébként szóval lehet más színeket is. De a szürke árnyalatok azokat a legkönnyebb és legtartósabban lehet előállítani, meg azok a legnépszerűbbek. Köszönjük szépen a kérdéseket, sajnos többre nincsen most idő. Fönt majd a dohányzó teraszon találjátok meg az előadókat, kivéve a Gyurit, aki szerint nem lesz idő, majd a Flow kávézóban, és akkor kérnénk a következő előadót, hogy jöjjön. A következő... Köszönjük.